A változékony időben bebiztosíthatjuk kikapcsolódásunkat egy olyan szállodában, ahol a wellness részleg melegéből tekinthetünk ki a nyiladozó természetre. Ebben az évben, pláne az év első felében egymást érik a hosszú hétvégék. A szakember elmondja, hogy a turisztika szempontjából ez olykor kontraproduktív is lehet. Minden jó, ami azt mutatja, hogy sok vendég, illetve sok foglalás realizálódhat, de hát ezt az elmúlt hétvégének a hosszú hétvégéje, az ünnepnapoknak a sokasága, ezt egy picit megcáfolt, ugyanis sokkal több visszamondás érkezett mondjuk ide a középnyírségbe, és hogyha saját magamról beszélek, akkor ezt akár tényszerű számokkal is alá lehet, vagy bizonyítani lehet, hogy sokkal több visszamondás érkezett, mint ami realizálódott. Talán sok hosszú hétvégés a Temérdek fölvett ünnepnap, mint akár a Valentin nap, vagy éppen a november időszakoknak a Halloween ünnepe, ez mind-mind azt mondják, hogy egymás után követi 2-3 heti rendszerességgel egy-egy olyan hosszú hétvége, akár ami dömpingszerűen segíthetne a turizmust. De most jelen pillanatban azt látjuk, hogy az első negyed év az nagyon-nagyon jól sikerült a magyar turisztikai palettán, de ez a 3 hetente ünnepelünk bizonyos vagy akár nemzeti vagy fölvett ünnepeket, ezek nem segítették most, ugyanis el kellett, hogy döntsék a vendégek, hogy most a március 15-i hosszú hétvégét fogják igénybe venni, vagy a húsvéti 2 hét múlva lévő húsvéti hosszú hétvégét. Márciusi nemzeti ünnepünk tekintetében Baktalúrendházán inkább az volt a jellemző, hogy a családok a szálloda éttermének szolgáltatásait vették igénybe, és fogyasztottak el egy finom ebédet. Az utazási irodákban úgy látják, a rövidebb szabadidő eltöltésére zömében belföldi foglalások érkeznek, és a hosszabb iskolai szünetekkel egybekötött munkaszüneti napokon hagyják el az országot azok, akik külföldi nyaralást terveznek. Én azt gondolom, hogy itt nem lehet élesen meghúzni a határt, hogy ki mit részesít előnybe, hiszen egy március 15-i hosszú hétvégén többen maradtak belföldön, viszont egy húsvét alkalmával többen mennek külföldre, hiszen ott hosszabb az időtartam, amit a szabadság alkalmával el tudnak tölteni pihenéssel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez inkább azt határozza meg, hogy a család mit szeretne tenni, illetve mit szeretne, hogyan szeretne élményeket gyűjteni, úgyhogy ez befolyásolja az egészet, és talán azt lehet mondani, hogy a Széchenyi kártyának köszönhetően ugye nagyon sokan használják a belföldi üdülést, ennek ellenére azért halljuk ugye folyamatosan a híradásokból, hogy még így is nagyon sok pénz marad a kártyán, amit el lehet költeni, és ugye mi nekünk elsődlegesen a külföld az, ami nagyon meghatározó, és mi annak örülünk, hogy ezeken a hosszú hétvégeken nagyon sokan elutaznak városlátogatásokra, illetve rövidebb körutakra is. Gyermekes családoknak izgalmas kikapcsolódást nyújthat egy olyan hotel is, ahol akár oroszlán üvöltésre is ébredhetünk reggel. A szálláshelyek már készülnek a közelgő húsvéti ünnepekre, és előreláthatóan teltházra számítanak Nyíregyháza Sóstón is. Természetesen elsősorban ez nem is hosszú hétvége lesz, hanem két hétvégét, illetve a köztelévő hetet magába ölelő, ugye a tavaszi szünet is éppen úgy jön ki. Jelenleg is teljes teltház az előrelátható terveink szerint. Sonkát és tojást itt is kaphatnak a vendégek, ezt megsúgom. Tehát aki nem otthon süt, főz és várja a locsolókat, vagy éppen locsolkodni megy, annak sem kell lemondani az ünnephez tartozó finomságokról. Érdemes kihasználni az időt a kikapcsolódásra. A húsvétot követő hosszú hétvége a pünkösdi, akkor a hétfő miatt nyúlik majd hosszabbra a pihenőidő.